nagyon szépen köszönjük a lányoknak. Tinisztályt láthatták. Maradjatok kérlek benneteket. Kérném szépen színpadra rózsaszín virágokat. Nagy tapsot kérnék szépen nekik. Happy Girls csapatát is kérném szépen a színpadra. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen a tapsot. Én Köblimor László voltam, és a Kid Rock and Roll és a lányok nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és további szép napot kívánok. Viszontlátásra, szervusztok! Köszönjük szépen mi is Enyink bemutatkozását Lacinak, hogy végig celebrálta a bemutatót. Én köszönöm szépen. És akkor ezek szerint vártok mindenkit szeretettel Enyingen. Így van, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Én pedig már közben áthelyeztem a székhelyemet. Nóri megérkezett, én itt voltam már korábban mellé. Is. Így van, hiszen elindult a második negyed döntő. Olyannyira elindult, hogy elindultak az Elán 3-10-esek, ugye azt már megszokhattuk, hogy mindig ők az elsők, akik veszik a rajtot, majd utánuk következnek a Bavária 32-esek. Ők is, ha jól gondolom, bár most Elánokat látunk a képen, de ha jól gondolom, akkor a Baváriák is elindultak, ők is rajtoltak, Sipos Péter pedig jelentkezik, tehát tőle most már biztosan tudni fogjuk, hogy mi történt a vízen. Sipi, te vagy a hang. Én vagyok a hang. Mind a két osztály rajtolt. Hát az Elánok természetesen vidámabban haladnak. Sajnos a szél az 2-3 csomóra csúszkant le. Előbb egész biztató volt amúgy. Nem tettünk hosszú pályát, de még ebbe is benne van az a kockázat, hogy egykörös lesz. Hát minden esetre bízunk egy kis frissülésbe. Azért még haladnak a hajók. De hát elánozni jobb, az jól látszik. Tehát a Bavária tényleg elég nehéz ehhez a szélhez. Meg hát ugye azért vannak rajta gazdagon. De amúgy éles küzdelmek vannak, mióta ilyen rövidebb a pálya, ugye nem húzódnak szét annyira, a mezőn ugye jobban egybe marad. Tehát élesebb küzdelmek alakulnak ki, csak hát azért egy kicsit több szélben ez jobb lenne mindenkinek. Nem baj, ezért a küzdelmekért jöttünk, reméljük, hogy azért érték és mértékadó eredmények születnek majd a végén. Hiszen még egyszer mondom, Elán 3-10-ben ott van Dunaharaszti, Alsóörs, Cegléd, Dombóvár és Gyöngyös. Baváriáknál pedig Komárom, Tihany, Zalaegerszeg, Zamárdi, Füzér és Balatonföldvár versenyez. Fantasztikus egyébként tényleg, hogy nem csak a balatonparti városok sikerült bejutni a legjobbak közé, hanem például a legtávolabbról érkezett település, Füzér is ott van a negyed döntőben. Ezt, hogy visszatértél Füzérre, jelentheti azt is, hogy te nekik drukkolsz? Én most nem akarok itt nagyon pártatlan szeretnék maradni, de az biztos, hogy engem lenyűgöz, hogy ahogyan a füzériek hozzáállnak ez a versenyhez, ahogyan ők ezt elhatározták, hogy megmutatják, bebizonyítják, hogy egy hegyvidéki való is képes arra, hogy akár Balaton vízén diadalmaskodjon. Ördög Nórát lenyűgözi Füzér jelenléte, de hát gyakorlatilag mindenkit lenyűgöz az, hogy itt egy ilyen csodálatos versenyen, ilyen csodálatos képeket nézhetünk. Ugye a színeket is szoktuk dicsérni, és szerintem azok is rendben vannak most is. Ne haragudj, én szoktam dicsérni a színeket, és te engem ezért tulajdonképpen leszoktál. Nem, én kontrázok mindig, mert nekem is nagyon tetszik. Csodálatos képeket látunk tehát, és ebben a pillanatban az Elán 3-10-esek mezőnye halad elő. Azt tudjuk ugye, hogy a szabályrendszer az egy picit változott, illetve maga a kiírás rendszere egy picit változott. Ezt elmondom önöknek most még egyszer. Tehát minden negyeddöntő, ugye volt már kettő, azon túl vagyunk, Elán 3-10-ben és Bavária 32-ben. Ez a második negyeddöntő, mindenhol a legjobb továbbjutók vesznek részt a harcban. De itt csak az elsők, tehát csak az elsők azok, akik biztos továbbjutóként ott lesznek a döntőben. Az előzőből ugye Csopak és Balaton-Boglár volt az a két település, akik abszolválták a döntős helyet, tehát a döntőben már biztosítottak maguknak egy hajót, amivel ők itt lesznek a nemzeti regattán, a második nemzeti regattán az aranyéremért folytatott harcban. Én most megkérdezném Balást, hogy a GPS koordináták alapján látunk-e már valamit? Igen. Határozottan Baja és Gyöngyös vév az azt első helyért, illetve még ott van velük nagyjából szerintem versenyben. Mondom. Baja és Gyöngyös, és valaki Igen. még van ott. És
ami érdekes, hogy egyébként alsóös. A sebességük viszont nem sok. Tehát 1,6-1,8 csomóval haladnak. Tehát szerintem kijelenthetjük, hogy nem egy erőszeles futamunk lesz pillanatnyilag, ám a verseny szerintem szoros lesz. Ugye ilyenkor jönnek elő a tudás kis szélben. Melyik csapat mennyire felkészült, szabásra mennyire összeszedett. Szabásra ringatóznak a hajók, tehát hogy nem látom, igen, hogy a bajaiaknak ez különösen jó hír, hogy ott vannak az élmezőnyben, és egy dunaharaszti szomorú arcot látok, hiszen az összetett versenyben is folyik a küzdelem, és mindenki figyeli a másik teljesítményét. A bajaiak ugye nagyon ott voltak a sárkányhajó versenyben, ott voltak az élen, és második helyen végeztek. Ott voltak a főzőversenyben, a dobogó bizony legfelső fokán, és hogyha itt is mondjuk döntőbe jutnának, akkor szinte biztosan kijelenthetjük, hogy ők az abszolút fődíj egyik legnagyobb esélyese. Dunaharaszti, jól látom, ott egy ilyen kellemes, napozós műsorban adta elő. Hát igen, sajnos nincs mivel harcolni, nincsenek nagy hullámok. A bajaiakat látjuk egyébként. De nem állnak rossz helyen egyébként. Tehát Haraszti egész előkelő helyen van. Na jó van. Dunaharaszti örül. Mármint az a részük, aki itt van. Sipos Péter itt van, én hallom a hangját, remélem, hogy ő is hallja a miénket. Péter, azt kérdezem tőled, hogy itt most, ugye eddig a kiírás az úgy szólt, hogy szembeszél, hátszél, tehát két körös pályát kell teljesíteni. Itt most, ebben a rövidítésben mit mennek a hajók? Hát már az elején be kellett rövidítenünk a Bavariákat. Az első elem. Várjuk a fejleményeket, készülünk arra, hogy egy föl-le tudom legyen csak, mennyivel nem kapok kutató híreket, a föl se amúgy nem megfelelő bójától. Tehát lehet, hogy ez egy cirkáló hátszöves csak. Szakadozik sajnos a kapcsolatunk. A jelzésekből fogják látni. És Baja vezet egyébként, azt is látjátok, hogy még megfigyelő állásokat van. Szerintem igen, Balázs, kérdezzük megint, hogy mi a helyzet a hajókkal. Baja vezet. Baja vezet. Bajaiak. Mögötte Gyöngyös, Dunaharaszti, Cegléd, Alsóörs és Dombóvár. Ez egy részeredmény még csak. Ahogy így a foszlányokból kivettük, most egyelőre az eredeti felállás szerint haladnak a hajók, és amennyiben nagyon-nagyon kétségbejtőnek tűnik a helyzet, akkor fogják lerövidíteni csak egy oda-visszára. Nem, én úgy értettem. Már eleve? Csak igen, én úgy értettem Sipos Péter elmondásából, hogy egy up and down pályát futnak, tehát egy szembeszél és hátszél, abban bízik a rendezőség, hogy legalább ezt az egy szakaszt egy végig tudja állna futtatni velük. Itt látunk egy állóhajót, ami vagy a drón halad pontosan nem a hajóval, vagy a hajó állt meg, de nagyon. A drón az totálisan áll egy helyben, és ez a hajó is egy helyben áll. Ezt nem tudom, hogy melyik lehetett a sok közül, de hát ez tényleg ez olyan nehéz, hogy egy ilyen fesztiválon azért szurkolunk, hogy napsütés legyen, meleg idő legyen, boldogság legyen, és abban a pillanatban a vitorlások viszont megállnak a Balaton vizén. Ha itt a parton kicsit már zavaró kezd lenni a nagy szél, akkor vannak izgalmas helyzetek bent. Lenti hajók állnak. Tehát ugye, azt már a délen lévő hajók vannak, nulla és fél csomó között. Igen, Komárom, Zamárdi, Tihany. Teljesen megálltak, láthatóan. Ez a követő boly szerintem, tehát az ellen 3-10-esek, az élen haladók már elhaladtak ennél a pályajelnél. De Balázs majd megerősít minket. Hárman már a háttér közepén tartanak, és ők úgy tűnik, hogy azért lényegesen gyorsabban tudnak menni ebbe a szélbe. Tehát most olyan döntést hoztam, hogy ők nem egy kört mennek, hanem megpróbáljuk legalább a másikat. Uh-huh. És a Baváriáknál van nagy esély arra, hogy ők csak oda-vissza mennek. Aha, tehát Péter, az elánokkal akkor még nekifutunk az eredeti verziónak elvileg. Péter, te hogy látod onnan a közelből az elán 3-10-eseknél az előhaladó 3-as boly még átírhatja az esélyeket, vagy ott azért kezd kialakulni, vagy körvonalazódni az, hogy ki és hol fut majd be a végén? Hát én úgy látom, hogy szépen sorba jönnek. Itt egy mélységgel rendelkező hajónak van egy kis esély, esetleg a bójánál ügyesen bekanyarodni, de az első három hajó, de különösen a második, harmadik a szoros üzenet fog bírni. Dunaharaszti a képen. Lá-
látjuk, ugye, hogy mindenki mozdulatlanul figyel. Milyen kemény munkát végez mindenki. Vagy éppen a hasazást pótolja, amit reggel kihagyott. Hasizom, erősítés zajlik. Itt most közben képet váltottunk. De azért itt haladgatnak a hajók ezen a képen. Haladgatnak, és ez biztató, és biztatónak is kell, hogy legyen, hiszen délután 1 órakor, hogyha még nem tudták volna, akkor én elmondom, pontosan délután 1 órakor, azaz 1 és 4 óra múlva lesz a döntő. A döntő futamot azért hoztuk előre egy kicsit, mert bízunk abban, hogy talán a szél kitart addig, és meg is tudjuk rendezni, hiszen, ahogy Nóra már említette a korábbiakban, nincs ismétlés, tehát amit a mai napon meg tudunk csinálni, azt megcsináljuk, ami ebben nem fér bele, az már csak 2018-ban a 3. nemzeti regattán. Nem, ez erre nem fog sor kerülni, tehát én még bízom abban. Ó, de micsoda kemény taktika folyik itt a ceglédi hajón. Hát kérem szépen, ez egy nagyon durva taktikai harc. Tudják, hogy mi történik ott kint? Azért ringatják a hajót, mert mindig, amikor a vitorla jön vissza föl a szél felé, az kap egy lendületet, ugye az úgy odanyom neki, ezt úgynevezett pumpálásnak szokták apostrofálni a vitorlázásban, ami mondjuk sporthajóknál egy tiltott sztori, itt a nagyhajóknál, amikor pumpálgatunk, hát most azt mondom, hogy akár ez is belefér, valahogy menni kell a hajónak, haladni előre. Megindultak a ceglédieket. De egy olyan hajó pumpál, aki szerintem talán az utolsó helyen van ebben a pillanatban. Hatékonyak, fél csomóval mennek az utolsó előtti helyen. Utolsó előtti helyen, tehát a cegléd és fél csomóra felpumpálták a sebességet. Baja vezet, ők 2-2-vel mennek, illetve úgy mondom, hogy Baja és Alsólyos fejfej mellett mennek 2,2 csomóval, és Gyöngyös van még velük versenyben, tehát ő a 3 élmező. Ez azt jelenti, hogy Dunaharaszti leszakadt az élbolyról? Dunaharaszti egy kicsit leszakadt, igen. Ceglédiek kitartóan pumpálnak, fürdőruhában már, mindenki pumpál. Igen, egyértelműen Dunaharaszti 4. helye egy kicsit stabilizálódott, az első 3 el tudott menni Haraszti elől. Jaj, nem jó hírek. Ha valaki azt gondolta, hogy gyenge szélben csak ülni kell a hajón és nézni, hát az most látja, hogy lehet, hogy a legkeményebb fizikai munka, már legalábbis azoknak, akik nem kimondottan a kötélkezelésből veszik ki a részüket, az élő súlyoknak, azoknak most meg kell küzdeni azért, hogy valahogy előre húzzák, rángassák ezt a hajót. Mindent megpróbálnak a versenyzők, és gondolhattuk volna azt ugye korábban, hogy lemaradtak, hát nem csináltak jó rajtot, nem mentek jól az első rajtszakaszban, ebben az első szembeszeles szakaszban, és feladták, hát most hova siessenek, nem adták föl. Kérem szépen, itt ezek a fiatalok, ezek a vitorlázók küzdenek az utolsó leheletükig, és hát bízzunk benne, vagy legalábbis izguljunk értük, abban az értelemben, hogy hát ha fölpumpálgatják magukat akár a 3. helyre, de ha a 2. sikerülne kihozni belőle, akkor még a legjobb 2. akár ott lehetnének későbbiekben az 1 órási döntőben is. Műhold képünk mutat-e valami izgalmasat a GPS koordináták? A sebességek. A ceglédiek beültek a moziba ott rendesen a hajóra. Igen, ők fennmaradtak. Tehát Ceglédnek a sebessége egyébként pillanatnyilag 1,6 csomó. Ennyi? Hát már titanikozás megy. De... Hát ott már lobog az ember haja, hát jól látható. Egy kicsit abszurd a történet, amit látunk. Ami érdekes. Fotó szempontjából hibátlan, vitorlázás szempontjából katasztrófa, ami ott történik. Én szeretném megszavazni a ceglédieknek a nemzeti regatta külön díját. Óriási. Fent határozottan most gyorsabbak a hajók, nem sokkal egyébként egy ilyen 10%-kal. Ez azt jelenti, hogy lent egy kicsit elfogyott a szél. Úgy látom, a Skipper stúdiónak nem lesz nehéz dolga ebből egy jó anyagot vágni majd a verseny összefoglalójaként, hiszen olyan csodálatos képek vannak fönt, és a színeket akkor most nem is említettem. Azt majd talán Nóra egy néhány pillanatra. Hát esetleg egy ilyen gyorsítót rá kéne rakni, tehát egy 2-3-szoros sebesség gyorsítót, és akkor jobban látványosabbak lesznek ezek a felvételek. Most inkább azzal küzdenek, hogy ne álló hajókat kelljen mutatni a Balatonon. Reggel megint de az egy ütközést az azt most látunk, azt egészen biztosan kijelenthetjük. Na most ne haragudj, Feri, pont tegnap mondtad, hogy ilyen nincsen. Ezt csak én gondolom, hogy ilyen van. Hát ugye azt látjuk, hogy van egy balcsapáson haladó hajó. Tudjuk mi az, hogy balcsapás? Nem. Aki nem tudja, annak én elmondom, azt jelenti, hogy balról, a nagyvitorla balról kapja a szelet.
van egy másik, szintén balcsapáson haladó vitorlás, aki úgy tűnik, hogy nagyon szűkre szerette volna venni a belépést a bójához közelebb lévő hajó mögé. Ugye neki itt már belső helyet kell adni, tehát biztosítani kell azt, hogy a nem tudom, hogy hányas számú hajó, a gyöngyösiek, a gyöngyösiek küzdenek egyébként, tehát valahogy a gyöngyösiek vergődnek ott szegénykék a bóják körül, a másik hajó az nem is tudom, hogy melyik. A másik hajó hibázott. Igen, tehát nem a gyöngyös hibázott, hanem a másik. Igen. Nem, a gyöngyösiek, nekik útjoguk volt, ők belső helyen ott vannak a bójánál, illetve a bajával küzdenek. Ezt akarom mondani, hogy ez baja, az létezik? Igen, igen, baja volt elől. Ezek szerint leálltak? Hát a bajaiak, ugye azt látjuk, hogy sárkányhajóban nagyon erősek. Lehet, hogy ahhoz vannak szokva, sárkányhajóval. Kicsit baja. Közelebb is lehet húzódni az ellenfélhez. De hát ez mégiscsak vitorlázás, méghozzá a nemzet regattája. Nincs is alsó. Vagy most mit nézek? Nem, az másik moziban. Ja nem, van alsós. Ők vannak elől. És a Bavária 32-t pedig Füred vezeti. Ők most érnek fel az első pályajelhez. Egy pár perc múlva mögöttük Köldvár van a második helyen a Baváriák között, majd követi Zamárdi, Zalaegerszeg, és hát nagyon-nagyon lemaradva Tihon. Tehát Füzér? Azt mondtad, Balázs? Hát Füredet mondtál, Füred. És én kerestem Füredet. Füred. De... Ja, bocsánat, akkor rosszat mondtam. Köldvár van, vagy Füzér? Köldvár. Balaton, akkor Köldvár? Fussunk neki, Balázs, egyszer. Még egyszer. Tehát ki van első helyen a Bavária 32-es hajósztályban? Ez a karát nevezetű hajó. Az Füzér, hát Füzér. Gyerekek, Füzér. Bocsánat, Füzér csapata az első hát helyen nehogy a Bavariáknál. Hegyi ember vigyel a nemzeti regatta fődíját. Hát nehogy már ne egy hegyi ember vigyel. Hát én kifejezetten ezért szurkolok. Tehát Füzér vezet. Balázs, második helyen kivitorlázik Bavária 32-ben. Földvár. Balatonföldvár a második jelenállás szerint. Az, hogy Füzér vezet Balatonföldvár előtt, azért ez nagyon komoly. Harmadik helyen. És elnézést kérek, a másik hajóosztályban is Gyöngyös harcol bajával az első helyen. Ott vannak a füzériek, pont. Keményen dolgoznak ők is, igen. Balázs, látunk Bavária 32-ben harmadik helyen vitorlázó hajót? Látunk, igen. Komárom. Komárom. Illetve azt mondom, hogy Komárom, Zamárdi között nagy a táv, de nem tudom, ki fog hamarabb felérni a pályájához. Rövid pályán vitorláznak tehát a hajók. Ez azt jelenti, hogy a most tapasztalható sorrend jó eséllyel akár a végéig is kitarthat. Ebből, ebben a pillanatban arra következtethetünk, hogy baja jó eséllyel döntős lehet. Bavária 32-ben pedig Füzér az, aki ebben a pillanatban bejutó, azaz döntő esélyesként vitorlázik. Még Alsóörs volt még nagyon elől, azt még nézzük már meg, hogy az Alsóörs... Alsóörs pillanatnyilag ugye ő az Elán osztályba versenyzik és vezet. Vezet, é, bocsánat, vezet. Nem vezet. Nem. De. Alsós vezet, és picit vezet. Lemaradva Baja és Gyöngyös ott Baja, mögöttem. Gyöngyös, őket követi Dunaharaszti, Cegléd, és igen, hát igen, tehát igen, igen lemaradva Dombóvár. Tehát Alsós van nagyon elől. 152 méteres előnye van pillanatnyilag a Bajával másodikkal szemben. Alsós a Pixissel úgy tűnik, hogy csodát művelt, hiszen az előző értékelésnél még ötödik helyen vitorláztak, ebből most áthúzták az elsőt. Viszont azt látom, hogy a füzériek a fényképezőgépet, illetve pontosan a telefonjuk fényképező mozzanatait próbálják meg becserkészni. Szurkolni is szoktatok úgy hangosan? Na halljunk akkor egy ilyet. Ő már a második bója felé tart, tehát a rajzbolyán már túl van, tehát ő a befutóra jön, és sajnos hát az első Bavária még mindig az első szakasztal küzd, tehát ekkora sebességkülönbség van ekkora szélbe, ezek között a típusok között. Az a néhány tonna azért az nagyon sokat számít. Alsóörsöt mondtad most, ugye, Sipi? Igen. Tehát Alsóörs csapata nagyon magabiztosan vezet. Igen, valaki. Igen. Valaki csendesen felsóhajtott. Hát itt azért mondjuk is el gyorsan, hogy Nagy Zsolt a kormánynál Solc Imre a taktikus, mondjuk úgy, de hát szerintem húzza a köteleket. Ott van vele Hegyi Marci is, tehát kimondottan egy olyan erős társaság, akik abszolút aranyérem esélyesek. Ezt szerintem kijelenthetjük most ebben a pillanatban, de ebbe azért még bele fog szólni Csopak is. Ez a két hajó egyébként, aki
tavaly ott állt a dobogón, akkor a második és a harmadik fokon, de Mihalovics Dóra jelzi, hogy Füzérről azért ne feledkezzünk meg, mert itt vannak nagyon erős szurkolótáborral, és úgy tűnik, hogy nagyon erős vitorlás csapattal is. Egyébként azonos takon lévő hajók egymás mellett az Elán és a Bavária között most pillanatnyilag közel 5. Ennyivel gyorsabbak. Hát igen, egy ekkora testet megmozgatni ilyen gyenge szélben az nagyon nehéz. Különösen akkor, hogyha a hajó megállt, újra elindítani, hát ahhoz vagy pumpálgatni kell tényleg, vagy imádkozni, de az nagyon erősen, mert különben nem fog kijönni vele semmi. Csodálatos képeket látunk megint, és akkor nézzük meg, Nóra, egy Elán 3-10 legyen ez a tied, és az enyém jó. A Bavária 32. Jó, én Elán 3-10-nél úgy tudom, hogy alsós van, maga biztosan az első helyen, talán már a befutóhoz közelednek, és akkor ott a második, harmadik helyen Baja és Gyöngyös. Megerősítem. Balázs megerősítette, küzdenek még. Igazából talán tovább nem is érdemes most ezt mondanunk, mert egyelőre a jelenlegi állás szerint kizárólag alsós továbbjutása a legbiztosabb, és utána meg egy kis számolást kell majd végeznünk a második helyezettek. Kopasz Balástól én nem csak megerősítést fogok várni, hanem kiegészítést is, hiszen az én listám szerint egyelőre Füzér vezet ebben a hajosztályban, második helyen Balatonföldvár vitorlázik, a harmadik Komárom, a negyedik pedig Zamárdi. Ez volt az az utolsó helyzetjelentés, amit én jegyzeteltem, így most Kopasz Balástól várom a segítséget, hogy hol tartunk most Bavária 32-ben. Mennyire volt hiteles, amit én elmondtam eddig? Komárom még teljesen hiteles. A Komárom után igazából Zamárdi és Zalaegerszeg egy mini meccsrészt folytatnak. A probléma az, hogy nulla, azaz nulla a sebesség. Egymás mellett állnak egymástól közel 30 méterre a keleti oldalon, tehát jobb oldalon, és teljesen áll. Tőlük 172 méterre délre Tihany szintén majdnem áll. Aha. Tehát a pálya felső nyugati részén haladnak a hajók, és van szél, és egészen jó sebességgel tudnak a többiekhez képest menni. Közben ne haragudj, Balázs, hogy közbeszólok, én úgy éreztem, hogy a 172-ből 174 méter lett, nem tudom, hogy helytálló-e az az információ, amit én gyűjtöttem ide a papíromra. Jó a szemed, már 180. Tehát, hogy gyakorlatilag a pálya egyik felén nincs mozgás, légmozgás, ami hajtaná elő. Minimális. Néha egy félcsomóval meg tudnak csúszni, de pillanatnyilag ilyen nulla és félcsomó között megy a jobb oldal. Most a bal oldal is kezd lepörögni, tehát alsós, ugye vezető pozícióban félcsomóval van fent. Balatonföldváriak lógatják a lábukat kis hihanyagul a Medinán a képen, amit mi látunk. Ami egy érdekesség Bavária 32-ben, hogy az ifjú Korcsog Andris egyelőre veri a papát, az idősebb Korcsogot, aki egyébként világkupa győztes, szólingos világkupa győztes vitorlázó, méghozzá abból az időből világkupa győztes, amikor a szóling még olimpiai hajóosztály volt, tehát nagyon tudni kellett ahhoz vitorlázni, hogy valaki akkor odaérjen, de úgy tűnik, hogy az ifjúság az előbb vagy utóbb túlnő a felmenőkön. Füzériek nagyon izgulnak, érjünk már be, azon, hogy a baváriák még kicsit messze vannak a befutótól, úgy érzem. Nem kicsit, nagyon. Pillanatnyilag még az elánok is. Még az elánok is. Igen, mindenki és itt kellemesen fürdőzget. Egy nagyon bosszantó helyzet alakult ki, hiszen összekeveredtek egy kicsit az elánok és a baváriák, ami azt jelenti, hogy ugye az hajók zavarják egymást. Gondolhatnánk, hogy mindenki megy úgy, ahogy tud, de az, aki mondjuk a baváriák között vezet, és kap egy ilyen elánt úgy maga fölé, tehát a szél takarásába be kell állnia egy elán alá, hát az egy nagyon bosszantó momentum, mert lehet, hogy a másik, az ellenfél, aki eddig jóval mögöttük volt, de nem kapott ilyen takarást, ilyen vitorra árnyékolót maga elé, az most megelőzi őket, bár erre kevés esély van, de azt látjuk, hogy tényleg egy vegyes mezőny alakult ki. Van elánunk is, van baváriánk is, mindenki természetesen ugyanazért küzd, hogy lehetőleg első helyen, de ha ez nem sikerül, akkor másodikként bepróbáljon érni, vagy próbáljon beérni a célba. Ja, most látjuk, hogy igen, ezért még nagyon messze van a vége. Pláne ezzel a sebességgel. Próbálnék jó hírekkel szolgálni, hogy nem így van, száguldanak a hajók, de sajnos ez nem igaz. Azonban ezt mi is látjuk a szabad szemmel is, elég jól látható, hogy gyakorlatilag áll mindenki egy helyben. Hát, addig, ameddig jó. A hajók egy kicsit állóvízben, álló szélben próbálnak előre haladni, én elmondok önöknek egy csodálatos információt. Nemrégen kaptam interneten a hírt, hogy a World Sailing világkupán ma 12.30-kor
döntő futamot, azaz a legjobb 10 futamát fogják rendezni, és ami számunkra ebből a legfontosabb, hogy Berecz Zsombor, háromszoros olimpikonunk ebben az aranyfutamban elsőként fog abszolválni, tehát ő az, aki 3 győzelemmel jutott be ebbe a csoportba, és 4 ponttal vezeti a listát. Ebben az aranyfutamban minden pont, minden megszerzett pont duplán számít, ami azt jelenti, hogy ha Zsombor mondjuk első, második vagy harmadik helyen végez, akkor őt már nem lehet megverni. Ezért fogunk izgulni délután 00:30-kor, és hogyha Kovács Bálint tartja az ígéretét, amiben nagyon bízunk, ugye Bálint ott ül hátul a sátorba, ő kezeli a vezérlőt, akkor a programok mellett 00:30-kor kivetítjük ide Berecz Zsombor aranyfutamát. Tehát lesz egy olyan nemzet... Hol van a verseny maga? Santander. Tehát ott van szél valószínűleg. Ott van szél egyébként. 10 csomos szelet jósolnak. Ma 9-10 csomos szélben fogják futni ezt a versenyt. Tehát természetesen ott is változhat, de általában az ilyen világkupákat, világversenyeket olyan helyekre viszik, ahol kiszámíthatóan mindig ott van a szél. A nemzeti regatát viszont nem lehet elvinni Siófokról, mert ez a regata... ez a mi tavunk, még ha nincs rajta szél, akkor is mi így itt van. Fogunk vitorlázni. És ez mégiscsak Siófok saját szülöttje, a Balatoni Hajózási ZRT saját szülöttje. Ez innen nem megy sehova. Mint ahogy a hajók sem mennek per pillanat sehova, még a kis kajakosok ilyen helyesen leelőztek itt a brigádot. Igazi Balaton kamerát, ezek egyéb Breeze-nek hívják, a Damen Breeze, magyar az egy ilyen hölgy. Tényleg az. Ezt így hívják a vitorlázók, úgyhogy ez nem egy csúnya kifejezés. Mivel az nem is létezik, ez tulajdonképpen remekül leírja ezt a képet. Mert igen. A hölgyek nem szoktak ilyen dolgokat csinálni, amiről ez te igaz, beszélsz. Ez igaz. Akkor nevezzük szusszanatnak, de... Hát sóhaj, hölgy, sóhaj. Legyen sóhaj. Nóráról, vagy bocsánat, majdnem elmentem rossz irányba a gondolattal. Tehát Nóra kitalált egy új kifejezést. Erre a Damen Breeze-re, amit akkor még egyszer mondok, jegyezzük meg a hölgy fingot. Hölgy sóhaj. De a sóhajt azt egyenlőség jellel odaírhatjuk mellé. Na hát, ott úgy érezte, kellően kínossá vált a beszélgetés, lekevert minket egy kis zenével. Azért mi szeretnénk még ezt a futamot valahogy végigkövetni. Sabján Anna Mária szorongatja a grosszotot, próbál valamit kicsalni ebből a vitorlából. Elég reménytelennek tűnik a dolog, de hát azért csak lesz valami, és mit csinál, ugye? Mit csinál? Pumpálgat. Közben szeretném jelezni, hogy pillanatnyilag csak alsóörsnek van sebessége. Na, ez a bunda, a mértani, hogy csinálják? A pálya mértani közepe fele behúzódtak, és egyedül nekik félcsomós a sebessége, az összes többi hajóról 0 adatunk van, tehát 0 km/h egy csomó. És hát ők egyébként is elő voltak, tehát hogy... Tehát azért vannak jó pillanatok még, soha ez olyan kék szalagos most, mert ott szoktunk egy-két órát menni a semmibe. Jaj. Lőnek, lövöldöznek, hajók ülnek, nézelődnek, mindenki csinál valamit, ha testmozgás az most úgy tűnik, hogy már teljesen kimarad ebből. Ez most melyik Dunaharaszti? Ott lesz azért hasizom, nagyon igyekeznek a fiúk. Munka László a kormánynál, ő is inkább a kamerára koncentrál, de ettől függetlenül még bármi kijöhet, de kevés esély van rá, hogy mondjuk Reverto. Ők második helyen vagy akár elsőként ebben a versenyben döntősök legyenek. Ilyenkor a bójákat kéne odébb húzigálni valahogy, nem? Ebben tudok segíteni. Az a baj, hogy ez nem elég, hogyha csak a térképen húzzuk odébb. Jó, hát ilyenkor kell, mit tudom én, felbontani egy zacskó chipset, egy pohár bort meginni, vagy valami. Hát erre, aki nem ért a vitorlázáshoz, az mondhatná, hogy nem egy izgalmas verseny. Akik ott ülnek a hajóba, azok pedig azt mondják, hogy a fenébe ez valami rohadt izgalmas. Bavariában egyébként tűző továbbra is vezet. Ennyi. Igaz, hogy 0 csomó a sebességük, de... Itt az a kérdés, honnan fog jönni a frissülés egyébként, mert így, hogy állnak, nagyon könnyen összefújhatja őket a szél a későbbiekben. De hát nem fúj a szél, Balázs, hát pont ez a lényeg. Én még bízom benne, hogy fog. Na, de ha fúj a szél, akkor meg majd nem fognak egy helyben állni, akkor el fognak indulni, nem? Hát igen, csak Balázsnak abban teljesen igaza van, hogy ebben a lötyögésben ugye kialakulnak ilyen kis foltocskák, és ezek a foltok úgy löknek valakin valamit. Uh-huh. Ha jön egy frissülés mondjuk hátulról, tegyük fel, hogy rajzolnak a hajók,
akkor előre lögdösi a hátsókat, és azok, akik kinkeserve végre kiküzdöttek maguknak egy pozíciót, egy vezető pozíciót, egyszer csak azt tapasztalják, hogy a rohadt életben itt van mindenki a nyakunkon, és nem tudunk velük mit csinálni. Hát ilyenkor kell pumpálni. Balázs Füzér mennyire meggyőző? Teljes mértékben. Na, olyannyira, hogy a többiek ugye még el se érték fent a bóját, ők már legalább vették, tehát hogyha egy kisülés van, akkor ők elvileg háttéllel le tudnának jönni. Most ez egy érdekes, hogy mennyire, nyakamat nem tenném rá, mert ugye siófokot is teljesen 100%-ra vettük egy ideig, és utána lett egy technikai problémájuk. Én azt mondom, hogy ha nem lesz technikai probléma, akkor Baváriába a Füzér, illetve az alsó ős az Elánok között bejöhet első helyre. Sipi, itt vagy még velünk? Lehet, hogy próbálják. Sipos Péter elhagyott minket. Igen, próbálják igen ott a vízen orvosolni valahogy ezt a helyzetet. Dobónak a szélér. Nem könnyű, nem könnyű. Füzér úgy tűnik, hogy sokat köszönhet Rádai Attilának, a badacsonyi kikötőmesternek, hiszen az ő rokoni szálai vezettek odáig, hogy Füzér ma itt harcban áll a döntős helyezésért, illetve a döntős részvételért. És ekkora szurkoló csapatot én nem is látok itt egyébként. Kérdezném, Dunaharasztinak szurkol valaki ebben a körben? Itt ültek az előbb még. Csak áthúzódtak a sörös sátorhoz közelebb, vagy nem tudom, mi van ott oldalt. Nem, az árnyékba átültek egy picit, de itt voltak az előbb még. Bajának szinte biztos vagyok benne, hogy vannak szurkolói. A bajaiak olyan lelkesek voltak tegnap sárkányhajóban is. Valóban eltűntek. A gyöngyösieknek nagy szurkoló csapata van, ezt tudom. Nagyon lelkesek. Alsóörs. Ott lelkesedik Alsóörs csapata. Igen, két lelkesedő szurkolónk van. Alsóörshöz. Gyöngyös a kivetítőn, igen, ez már. Már feldobja a pulzusunkat, ha látunk egy ilyen képet. Az egy másik kérdés, hogy állnak egy helyben ők is. Dombóvári szurkolók, mutassák meg magukat. Itt vannak, ők ültek legközelebb a kivetítőhöz. Ez azt jelenti, hogy ők a legkíváncsiabbak arra, hogy mi történik majd a versenyben. Cegléd. Komárom. Hát az igen, hamarabb. Komárom megszólítatott, Komárom visszajelzett, tehát szurkolnak ők is a csapatnak. Tihany, Tihanyiak. Itt áll tőlünk. Itt vagytok Tihanyiak valahol? Nekem az a tapasztalatom a tegnapi sárkányhajó versenyekből, hogy a balatoni települések hozták a legkevesebb szurkolót. Valahogy ők ilyen furcsán szervezték meg a csapatot, ide jöttek a versenyzők, ők teljesítenek, majd hazamennek. A távolabbról érkezők úgy tűnik, hogy gondoskodtak arról, hogy a szurkolótábor is itt legyen. Ceglédnek ez a pumpálás, ez nagyon megy. Egyfolytában pumpálnak. Zalaegerszeg. Itt megindultak a hősök a bójánál. Na, a bója körül. Most a bajaiak is átvették ezt a pumpálós technikát. Igen, Sabján Anna Mária már az előbb a Grossottal húzogatta a nagy vitorlát, ő és próbált. Pumpál. Csúsznak is pumpál. Össze szépen. Gyöngyösiek is pumpálnak. Kész, vége, mindenki pumpál. Ez a verseny pumpálásban fog eldőlni. Tehát mi tudunk, Nóri, tudjuk, hogy melyik a lé oldal, ugye? Azt már tudjuk. Tudjuk, igen. Tudjuk, hogy mi a pumpálás. Tudjuk. És megtanultuk, hogy a Damen Breeze az nem az, amiről te eddig beszéltél, hanem hölgy sóhaj. Így van. És most még a dűznit kell majd a dűzni, igen, berakni. Azt is tudom, az a két hajó között kialakuló. A két hajó, de mondhatjuk valami. A dűznit egyébként a két vitorla közötti résre is. Tehát van az orvitorlánk és van a nagyvitorlánk. Közötte kialakul egy áramlási rés, és ezt is dűzinek hívják. Ez konkrétan tényleg emberfeletti küzdelem, amit folyik. Bajaiak pumpálnak izomból. Gyöngyös és Baja közben lassan-lassan felér az egyes pályájához. Hát mert te nem látod, hogy mit csinálnak. Lehet, Gyöngyös és Baja egymás mellett olyan pumpálásban van, hogy ez nem a szél miatt meg van. Meg még Cegléd is ott van körülöttük. Ők is mindannyian pumpálnak. Ez egy fertőző betegség. Akkor innentől nem is a szél fogja, hanem az izomerő hajtani őket. Hát de tényleg, most az élő súly ide-oda. Kardió. A ceglédiek mennek a bója mellett, ha jól látom. Igen, ők értek fel most. Meg ne üssék, vagy hozzá ne érjenek. Karina, igen, ezek is a ceglédiek. Messze igen, van azt érjenek. Látjuk, hogy azért nem mindenki kapja el az ütemet, ugyanis az a feltétele ennek a pumpálásnak, már a hatékonyságának a feltétele, hogy a nagy
vízvitorla megkapja a szelet, kidagad, és abban a pillanatban elkezdjük áthúzni a hajót a másik oldalra. Ugye ezzel a kidagadó széllel ez a nyomás, a vitorla nyomása az árbocon kialakul. Itt van, aki, illetve az előbb látunk olyat, aki kicsit ész nélkül szaladgált az egyik oldalról a másikra, pont azt az energiát vette el, amit a többiek megpróbáltak hozzátenni. Feri, megjött északon a szél, gyorsulnak a hajók, baj a 2,2 csomóval szágult. Balázs, ez nagyon jó hír, ez a legjobb hír, amit a mai napon kaptunk tőled, úgyhogy Baja ezek szerint ráerősít, ami azt is jelentheti, hogy ők, hogyha ezzel a széllel meg tudnak lógni a többiektől, akkor szinte biztosan behúzzák az első helyet. Mikor kapja meg a teljes mezőny a te sebességméréseid szerint? Ez egy jó kérdés volt, Feri, nem tudom. Az is lehet, hogy valami lokális brizzel tudtak egy kicsit megindulni, mert körülöttük azért rá mindenki. Pumpáltak, hát mi láttuk. Nagyon kemény. Sajnálom, hogy Sipos Péter nincs itt velünk a vonalba, hiszen ő a helyszínről talán konkrétabb széljelentést is tudna adni. Amit mi látunk de itt a képen, az, itt van Sipos de Péter. Vonalba vagyok. Sipi, mesélj nekünk, jön helyzet, valahonnan szél, vagy mi történik? A Bavária egy kör után az első mindjárt befut, 11-es. Az első elán is itt van 50 méterre a befutó. Füzér mindjárt befut. Bizony. És alsóörs is, ugye? Igen. Hát a hármas elán az alsóörs, igen. Alsóörs és füzér. A kollégákat ott át tud figyelmeztetni kell, mert ugye a meghajtás módja nem egészen szabályos, ahogy próbálnak. Én azt értem, hogy nincs hozzá. Tartok tőle, hogy ezen az alapon ki lehet óvni mindenkit ebből mindenki a versenyből. Nem hiszem, hogy mindenki. Volt olyan hajó, aki ne próbálta volna meg a pumpálást, mint felhajtó erőt. Ez nem így igaz, mert például a hármas hajó az gyönyörűen megverte őket, mert lassan becsorog itt a izén, és ez nagyon kellemetlen, amikor egy billegtetve mögöttük utánuk érnek, az, vagy utolérnék őket. Tehát azért némi önmérséklet, tehát te is utolláztál, tehát van az úgy, hogy az ember egy kicsit meghúzza, egyszer-egyszer, de az urak azok így most folyamatosan így jönnek a háttérbe, de oda küldtem, hogy szóljanak neki. Utána. Úgyhogy hamarosan lesz egy Bavária befutónk, és hamarosan lesz egy végigküzdött futamos elán befutónk. Hát viszont sok jóval nem tudok szolgálni, tehát ez az egy órás döntőfutamra való történet. Ha csak az a szerencsénk nincs most, hogy ugyan a fiúknak ez kellemetlen volt, hogy pont ebben a gyengeszébe volt ez a futam, de lehet, hogy talán az déli ebédszünet után jön egy szél. Végül hát ebbe bízunk mindannyian. A süred alatt is van egy nagy hajós verseny, és ők is szép lassan azért haladnak. Állnak a spinakkerek, abból esetleg át nagy neki szél hozzánk is. Igen, viszont nagyon fontos és nagyon releváns információ az, amit Sipos Péter most megosztott velünk. Ugye mi itt vidáman mosolyogtunk azon, hogy ki az, aki pumpál, és hogyan pumpál. Viszont van olyan hajó, az alsőrsi csapat, Nagy Zsolttal, Solc Imrével és Hegyi Marcival, akik nagyon szabályosan mentek végig. Előfordulhat az is, hogy lesz egy első helyezettünk, és azok, akik pumpával, tehát pumpálgatva nyomták végig a távnak egy részét, egyszerűen a zsűri kiovja. Baja ebben a pillanatban befutott. Baja nem Baja? Futott még be. Alsó nem, is nem kellett befutni. Alsó is futott be. Bocsánat, csak mi Baja képet kaptunk és egy dudát hozzá. Ez azt jelenti, hogy a kamera egy pillanatra eltévedt, illetve nem az első helyzetet vette, de Baja is gondolom néhány másodperc múlva eléri a célvonalat. Probléma ez abban az esetben lenne most itt releváns, ha a sors pumpával jutott volna be, de miután ők teljesen tisztán lépték át a célvonalat, ezzel semmi nincsen, a többiek hiába pumpáltak, akkor se tudtak odaérni, úgyhogy innentől kezdve ennek túl sok jelentősége szerintem nincsen. A Baváriák közül nem tudom, hogy ott egyáltalán van-e jelentősége a pumpálásnak, mert hogy az egy annyira testes, nehéz hajó, hogy azt gondolom nem lehet pumpálgatással előre küldeni. Úgyhogy a füzérieket várjuk, hogyha befutnak, akkor megvan ott is az első befutónk, és innentől kezdve már csak a puszta matek fogja eldönteni a többiek sorsát. Így van, ahogy Nóri elmondta, most lesz két első helyezettünk pillanatokon belül, és ezt már nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy az egyik alsóörs, a másik pedig füzér lesz. Ezt már nem lehet elrontani. Viszont, amit tudni kell, hogy a Nemzeti Regattának, a Nemzeti Regatta Vitorlás Fesztiválnak filmeseink itt dolgoznak. Kép. A drónos kollega, nem tudom, vízmélységet mért éppen.
keresi a drónt, lehet, hogy lezuhan. Reméljük nem a drónt keresi, tényleg régen láttunk légi felvételt. Igen, kicsit gyanús. Most futott be. Melyik? Füzér, kérem szépen. Füzér befutott. Van tehát két első helyezettünk. Van egy döntős, biztos négyesünk, ami azt jelenti, hogy Csopak, Balatonboglár, Alsóörs és Füzér. Bent vannak a döntőbe. A legjobb második helyezettek közül természetesen számolnunk kell még, az ő nevüket nem tudjuk elmondani, de azért nem tudjuk elmondani, mert nem tudjuk ebben a pillanatban, hogy kik ők. A legjobb második helyezettek, illetve a második helyezettek közül a két legjobb jut még be a döntőbe. A döntő tervezett időpontja 13 óra, tehát mi abban bízunk, hogy a sorsolás után, miután kisorsolták a második helyezetteket, ha jól látom, akkor pont egyenlőség lesz, vagy nem tudom, hogy miért sorsolunk. Ha jót sorsolunk, Mihalovics Dóra mondja, ez volt a versenyzők kérése, hogy ugye mivel kihagytuk az elődöntőt, és átléptünk egy akadályt, ami még be volt építve ide a Nemzeti Regatta Vitorlás versenyének sorába, ezért a döntőhajókat újra sorsoljuk, a kormányosok majd ide jönnek, Mihalovics Dóránál húznak egy borítékot, abban lesz egy hajószám, lesz egy hajóvezető, és ezzel a hajóval, illetve a kisorsolt hajóval fogják majd megfutni a döntőfutamot. Most tehát Ördög Nóra következik, és ha jól gondolom, akkor színpadon folytatjuk produkció. Még a bemutatkozásokat. Igazából azt gondolom, hogy majd adott ponton visszatérünk a végeredménnyel, amikor a hajók már befutottak valóban, de hát most ezen nem sok minézni valóban sajnos, hogy állnak egy helyben. Úgyhogy a színpadon folytatjuk a műsorokat, így és hát van. Akár itt menet közben is be tudok kapcsolódni, egy néptánc bemutatóval fogjuk majd folytatni, ugye, hogyha jól tudom. Igen, és én adok egy dinamikus zenét, még idejéhez, Nóra, ezt teszem azért, hogy a ebédelőknek jó étvágyat kívánva. De már itt vagyok, Otto, nem kell itten zenélgetni már, mert itt vagyok, úgyhogy nem kell. Zamárdi csapata, illetve Zamárdi bemutatkozása következik majd. Helyi néptáncosok érkeznek a színpadra, srácok, tiétek már is a terep. Mezőföldi táncokat fogunk látni tőletek, ugye jól mondom? Szuper. Akkor, kedves vendégeink, fogadjátok sok szeretettel, tehát Zamárdi bemutatkozásaképpen ezeket a fantasztikus mezőföldi táncokat.
Köszönjük szépen, tehát Zamárdi képviseletében néptánccsoportot láthattuk, mezőföldi táncokat mutattak be, és most egy egészen komoly műfajváltás következik. Mindjárt én is feljövök a színpadra, hogy megvárom, amíg a srácok levonulnak. Komoly tumultus alakult ki a bejáratnál. Nagyon szépen köszönjük nektek még egyszer. És folytatjuk tovább a bemutatkozások sorát. Budapest 18. kerülete is képviselteti magát itt a Nemzeti Regattán, és most a Városgazda Utánpótlás Akadémia jön majd a színpadra, ők fogják egy kicsit képviselni a kerületet. Budapest 18. kerületének önkormányzati egyesülete 2016-15 óta működik, tehát ez az Utánpótlás Akadémia. Jelenleg 8 szakosztály várja 5 éves kortól a sportolni vágyó gyerekeket, és hát tőlük a küzdősport szakosztály az, amelyik most a Nemzeti Regattára is megérkezett, és akik tiszteletüket fogják tenni itt a színpadon. Sziasztok, srácok, köszöntelek benneteket sok szeretettel. A szakosztály vezetője Dudok Károly, a boxedző pedig K.T. Gyula, háromszoros olimpikon, tízszeres magyar bajnok, úgyhogy most tehát a Városgazda Utánpótlás Akadémia küzdősport szakosztályának bemutatója következik. Egy kis box gyakorlat. Hajrá! Thank you.
Változtat azon, hogy itt 17 órakor, pontosan 16-kor, jól mondom, Nóri? 16-kor eredményt is tudjunk hirdetni, nem csak vitorlázásban természetesen, hanem az egyéb jármódokban bent lévő díjak is ekkor kerülnek majd kiosztásra. Tehát, aki a közelben van és hall minket, azt arra kérném, jöjjön közelebb, hiszen 14 óra 33 perckor, 5 perc múlva, az én órám szerint 5 perc múlva rajteljárásban vagyunk most, és akkor már rajtolnak a csapatok. Milyen szigorú vagy? Ugye? Rajteljárás, mindenféle, de hát most tényleg a legszigorúbb részéhez érkeztünk a versenynek, és ez már nem vicc. És csak annyit hadd mondjak, hogy iszonyú öröm számomra, hogy három balatonparti település mellett három nem balatonparti település is ott van a döntőben. Tehát én most egy picit hadd szurkoljak jobban, egyen jobban a balatonpartiaknál. Szentes, Füzér és Baja csapatának. Füzért azért kiemelném, hiszen ők első résztvevők itt a Nemzeti Regattán, először vannak itt. Ők érkeztek a legtávolabbról, és talán a legkisebb település is, amelyet képviselnek, az pedig maga a csoda, hogy döntőbe verekedték magukat. Ebben persze gondolom, hogy nagy szerepe volt Rádai Attilának is, aki a Balatoni Hajózási ZRT dolgozója, a Badacsonyi kikötő vezetője. Itt nőtt fel a Balatonon, annak ellenére, hogy a származása az Füzérhez köti, hiszen a szotthajókon tanult meg vitorlázni annak idején, illetve hajós tanoncként a szotthajóra rakták. Ezek ilyen 50 lábas vitorlások voltak, amik szott vendégeket vittek ide-oda. Ott szocializálódott, majd a Badacsonyi kikötőt igazgatja most már évek óta. Tehát ő az, aki a szakmai tudást vitte még az adott kormányos mellé, akivel távot futották az eddigi futamokban. 38 település nevezett egyébként idén a Nemzeti Regattára, ami azért fantasztikus, mert jóval több városról, településről beszélünk, mint a tavalyi évben, és az egyik kollégánk kiszámolta, hogy összesen 8700 kilométert utaztak a települések oda-vissza, azért, hogy részt vehessenek itt a Nemzeti Regattán. Ez egy ilyen érdekes kis színes adat, statisztika. Nóri, tele van színes adatokkal, hiszen tőle tudjuk azt is, hogy Füzér nem csak a Nemzeti Regattán szerepel sikerrel ebben az évben, hanem ott volt a Nemzeti Vágtán. Bizony. Is, olyannyira, hogy mennyire? Megnyerték a Nemzeti Vágtát, ugye? Füzér csapata nyerte idén a Nemzeti Vágtát, úgyhogy ők most mondhatnám azt is, hogy vért ittak reggelire, és a Nemzeti Regattát is meg akarják nyerni, tehát ez most már nem lehet másképpen. Ők elhatározták, eldöntötték, idejöttek, és ott vannak a döntőben. 38 településből ott vannak a legjobb hatban. Tehát bárhogy is alakul, azt gondolom ez már önmagában fantasztikus. Nem tudtam, hogy vér van abban a pohárban most, hogy Nóri elárulta, mert egészen más. Hát valaminek kell lennie abban a pohárban, hogy a füzériek ennyire megtáltosodtak, és ennyire jól szerepelnek a Nemzeti Regattán is. Nagyon köszönjük egyébként a segítséget a szponzorainknak. Most nem tudom, van-e még egy pici időnk arra, hogy... Egy egészen pici időnk van, bár az én órám szerint 2 perc múlva rajt van, de az is előfordulhat, hogy nem az én órámhoz igazítják a versenyt, hanem a rendezőkéhez. Akkor csak egy ilyen nagyon rövid felsorolást hadd tegyek, hogy kiknek köszönhetjük, hogy itt lehetünk. Hát egyrészt a Bahartnak, ugye a mai rendezvény főszervezője, kitalálója, a Balatoni Hajózási ZRT és minden kollega, aki itt dolgozik, és szívét, lelkét, mindenét beletette abba, hogy ez a mai rendezvény, illetve ez a nem mai, hanem tegnapi és mai, tehát kétnapos rendezvény, ez a hétvége, ez fantasztikusan sikerüljön, úgyhogy egy nagy tapsot hadd kérjek a Bahart ZRT dolgozóinak, akik tényleg elképesztő munkát végeztek. Aztán a Magyar Vitorlás Szövetség, Siófok városa, a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozat és a Földgázszállító ZRT segítsége nélkül sem jöhetett volna létre ez a mai nap. Nekik is kérek szépen egy nagy tapsot. Csak úgy, mint a Bahart stratégiai partnereinek, a Generali Biztosítónak és a Christinus Borbirtoknak, illetve a rendezvény támogató cégeknek, az Invitel, a DM, a Clearwater, a Tesco, a Gábor Dénes Főiskola, az Abovo Group, ugye ők már média partnerek, a Vitorlás magazin, illetve a grafikai partnere a rendezvénynek, a Byline Kft. Mind-mind oda tették magukat, hogy ez a mai rendezvény, illetve ez a kétnapos rendezvény sikeres legyen. És köszönjük a segítséget még a Bavária Yachts Kft.-nek, az Automáté Kft.-nek, az Aqua magazinnak, a Zamárdi Kalandparknak, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak, a Playmobilnak, a Kálmán Imre Kulturális Központnak és az Experidance Productionnek. És már rohanunk is vissza a képernyőre, hiszen elrajtolt a második Nemzeti Regatta döntőfutama, hozzánk legközelebb a Bajai Hajó, hármas számmal ők
rajtoltak legközelebb a zsűrihez, vagy legalábbis ahhoz a motoroshoz, amely a mi kamaránkat hordozza. Nagyon szoros rajt volt, nagyon kiszámított, mindenki tudta, hogy itt már nem lehet elvesztegetni métereket, de most megint mondtam valamit, és lehet, hogy ott van egy rajtója, és rajta egy zászló. Megnézhetjük esetleg a GPS térképet, és akkor abban lehet, hogy jobban látjuk, hogy mi történik. Balázs, itt vagy velünk? Igen. Légy szíves, mondj nekünk pontos adatot. Volt rajt, most van rajt, nem, nincs még rajt. Információm nincsen, a trackek szerint elképzelhető, hogy elrajtoltak. Akkor jól láttuk, én is azt gondolom, hogy ez a mezőny, ez elrúgta magát a rajtvonalról, és húz fölfelé a kettes számú pályajelhez, illetve az egyeshez, majd a ketteshez, hiszen egy kapuról, egy terelő kapuról beszélünk. Ez Sipos Péter elmondása szerint 400 méterre van a rajtvonaltól, tehát aránylag kis pályát tűzte ki. Hát azt nem mondhatjuk, hogy száguldanak, ugye Nóri? Én nem tudom, mi történik, de ez a hajó, ez nem úgy tűnik, mint a képen versenyben van. Közben ez pedig versenyben van. Közben azt elmondanám, hogy hármas pályajel nincs. Tehát egy kört fognak menni és befutnak. Egy körös pályánk van, ezt vizionálta a versenyrendező is, hiszen nagyon kicsi a szél, és ahogy láttuk ezt a távolabbi képet, az is kitűnt belőle, hogy nagyon nagy lukak vannak benne, foltos a Balaton vízfelülete. Ezek a foltok általában azt az üzenetet hordozzák, hogy ahol olyan nagyon kisimult, ott nincs szél, ahol egy picit fodrozódik, ott van. Tehát ezekkel a szélcsíkokkal, most látjuk ugye, hogy ilyen csíkok vannak a vízen, foltok alakultak ki. Itt nagyon sokat számít az, hogy valaki éppen elcsíp egy szélcsíkot, és abban tud menni, vagy csak vergődik, és beleáll egy lavorba, ahol a többiek ott felejtik, és mennek tovább. Szerintetek tehát már volt rajt? Biztosan volt rajt, volt. 1000%. Okay. Elkezdtek szerintem krajcolni, és egyértelműen látszódik, hogy keleti eszélbe versenyeznek, tehát fordult egy jó 90 fokot a szél az előzőekhez képest. Igen, és ezt mondta Sipos Péter nekünk, hogy az ő legnagyobb rizikója az, hogy a szél mennyire lesz kitartó, hiszen ugye mondtam már az előbb, vagy jeleztem az előbb, hogy nagyon szeretnénk itt mindenki, aki itt van a téren, és aki ott van a hajóban, hogy valóban versenyben dőljön el a második nemzeti regatta első helye. Ehhez mindenképpen valamilyen módon meg kellett rendezni magát a versenyt, ugye ezt a futamot, amiről most beszélünk. A szél viszont legyezget egy kicsit innen, kicsit onnan, és sokszor fordul egész nagyokat, akár 30 fokot is. Ez azt jelenti, hogy irreálissá teheti a pályát. Ki vannak tűzve a pályajelek, azon időközben módosítani már nem lehet, tehát ha oda letették 400 méterre azt az egyes és kettes bóját, akkor az egészen biztos, hogy addig, ameddig a hajók oda nem érnek, ott is marad. Verseny közben tehát pályamódosítás lehet, de a legközelebbi pályajel csak addig módosítható, ameddig oda nem érnek a hajók, de itt ebben az értelemben ugye széllel szembe vitorláznak, itt ez sem. Nézzük ki a négyes. Hát nézem a csapatokat, igen, most a csopakiakat láthatjuk a Karina fedélzetén, de az imént már láttuk a füzérieket is, ott éppen felsorakoztak és belógatták a lábukat. Lógatták. Füzérieknek valószínű, hogy ez a taktika bevált, lenni. Ez a láblógatós, ez eddig hozta az eredményt, bíznak benne, hogy talán majd most is. Hát az látszik, hogy ez jó döntés volt, hogy kicsire szabták a döntőben a pályát, mert nincs igazán nagy tél. Én nagyon lennék az élő súlyot a Karinán. Csopakiak oszlopos csapattagja a hölgy, aki nagyon jól csinálja a feladatát, jól végzi a melót. Így van, azt látjuk, hogy Cégai Péter ül lébe, teljesen kihúzódva a hajó szélére, Varga, Nelli, Varga, Kornélia előtte szőke haját. Nem nagyon borzolja a szél, ami azt jelenti, hogy nincs, mert ha lenne, akkor ezt a göndör rőzsét egészen biztos, hogy megmozgatná. Rőzsét, azt mondtad, ezt göndör rőzsét? Ez jutott eszembe. A csopakiakat látjuk tehát, és valószínű, hogy nem véletlen, őket mutatja az operatőr. Ebben lehet egy pici üzenet talán felénk, amiből arra következtetek, hogy Cégai Péterék és a csopaki csapat vezet. Hát azt ne felejtsük el, hogy tavaly ők dobogón álltak. Igen, Nóri, igen. Ne haragudj. Hogy Balázs, igen. Kérdezzük meg, hogy mit lát. Lehet, hogy ő meg tudja ezt erősíteni. Meg tudom erősíteni, hogy csopak valószínű pillanatnyilag az élen áll, és az is látszódik, hogy akik délen mennek, a délen lévő hajóknak a sebessége minimálisan nagyobb, mint az északon lévő hármas bolyé. Most pillanatnyilag csopak sebessége egyébként nem őrült nagy, tehát 2,2 csomóval mennek, rögtön alattuk délen van ugyanilyen sebességgel fűzőr, illetve szintén tőlük délre baja, de ők már csak 1,6 csomóval mennek, tehát valamennyivel lassabban.
És ott Szentes és Balatonboglár, illetve Alsóörs pihengett a másik oldalon. Igen, tehát legfelül van északon Alsóörs, alatta már keletre vitorlázva Balatonboglár, és ő alatta pedig Szentes. Igen, és ne felejtsük el, hogy ebben a szélben, annak ellenére, hogy most azt sejtjük, hogy aki keletebbre vitorlázik, az talán egy picit jobban megy, picit nagyobb a sebessége, ez nem jelent semmit. Ebben a pillanatban egészen biztos, hogy semmit, hiszen azt is látjuk a távolabbi képeken, hogy nagy lavorok alakultak ki a Balatonon, tényleg ilyen Damen Breeze-zel, ugye, ahogy Nóri mondta az előző versenyen, sóhajjal vitorláznak a hajók, és az egyes pályajel közepében Alsóörs. Van Cégai Péter. Ez Alsóörs, igen, ez a hatos. Alsóörs csapata. Nagyon jó vitorlázókkal, Horváth Áron ül a kormánynál, Solcz Imre a taktikus, valamint Hegyi Márton is ott van a hajóban, tehát ők egészen biztos, hogy komoly csatát fognak vívni. Itt az ötös hajó is Fűzér. Cégai Péter nem tudott... Üldözik a csopakiakat a fűzériek. De senki nem tudott még olyan előre szert tenni, amire most azt mondhatnánk, hogy hát eldőlni Alsós, látszik a verseny. Alsós, ő elhúzott a többiektől, vagy csak egy olyan képet látunk, ahol kizárólag ők vannak benne? Képkockában. Balázs, mit látsz? Alsós, nekünk nagyon olyan külön utakon jár. Igen. Illetve én nem mondanám, hogy elhúzott, csak valószínűleg olyan szögből látjátok a hajót a kameraképen, amin úgy tűnik, hogy elhúzott. Ő van legészakabbra, az tény, aha. De nem húzott el nagyon. Csak azért, mert ő, tehát egyedül vannak, senki nincs a környezetükben, és egy bóját is néha látunk így beúszni az előtérbe, de akkor ez valószínűleg egy ilyen csalóka kép. Igen, valószínű, hogy a szögekkel van baj, hiszen Nóri 51 fokra ül a képernyőtől számolva, én 52-re, 51,5-re, és ez is megtévesztheti ugye a közvetítésben a szakértő szemeket. A hatos hajót látjuk az egyes pályajelhez közelíteni, ők az alsóörsiek, tehát még egyszer mondom, Horváth Áron, Solcz Imre és Hegyi Márton, ők a jelesebb vagy ismertebb vitorlázók ebben a hajóban, ezek szerint jól és ügyesen teszik a dolgukat, benne lehet akár a végső győzelem is, de erről most még hopp, szerintem egy hangot vannak a szentesiek is, az egyik kedvenc csapatom, láblógatva, hasalva és háton fekve, de magabiztosan halad. Itt látszik egyébként, hogy nagyon sokat számít, hogy kik vezetik a hajót, hiszen a szentesiek a legjobb másodiként jutottak be ide a döntőbe, ettől függetlenül egy nagyon szép vitorlázással teszik a dolgukat ebben a pillanatban. És hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor Balatonboglár például első. Első helyen jutottak be, ugye az első elődöntőt megnyerték, és hát itt láthatjuk igen, hogy a csopak az, aki szintén nyertesként került be a csapatba. A Füzér csapata szintén, ők ugye a Baváriával hozták be első helyen a hajót, és ki volt, aki Alsóörs, ja persze, hát ők is első helyen érkeztek, és aztán a második helyezettek, ugye Szentes és Baja, ők voltak a legjobb második helyezettek az összes tekintve, mert hogy mivel hat hajóval rendezzük a döntőt, a négy győztes mellé még ketten tudtak becsúszni, ez lett Szentes és Baja. A kettes és a hatos hajó csatája, sőt nem is igaz, a kettes, a négyes és a hatos hajó sorrendjét Balatonboglár csopak és Alsóörs. Hát ez itt kezd érdekes lenni. Tehát ugye mit láttunk? Néztük az előbb a sorrendet, Balázs elmondta nekünk, hogy ő mit tapasztal, mi az, amit biztosan ki lehet jelenteni a GPS koordináták alapján. Ahhoz képest gyakorlatilag átrendeződni látszik a pálya, tehát baromira nem mindegy, hogy ki az, aki tényleg pillanatokra, vagy akár csak pillanatokra is beleül egy ilyen laborba. Itt látjuk egyébként, igen, hogy inkább szenvedés ez, mint vitorlázás. Sipos Pétert kéne talán kapcsolnunk, hogy elmondja, hogy mi a helyzet, de még valószínűleg nem volt olyan helyzetben, hogy bejelentkezzen. Hát ez nem egy nagy sebesség. Igen, ez nem Balázs, mennyivel mennek a hajók? A kettes és a négyes, tehát a Balatonboglár és a csopak csapata. Itt látjuk, hogy éppen a bóját próbálja megkerülni, nem túl nagy sebességgel. Igen, hát pillanatnyilag ugye az első, a csopak csapata 2,2 komós sebességgel haladnak. Őket már követi... sebesség szempontjából az első, Balázs, ne haragudj, nem, vagy sorrendben. Sorrendet mondok. Tehát először mondok egy tiszta sorrendet sebesség nélkül, jó? Az jó. A legegyszerűbb. Első helyen van pillanatnyilag csopak. Második Balatonboglár. Harmadik Alsóörs. Negyedik Tüzér. Balatoni település. Ötödik Szentes, és hát eléggé lemaradva, nem nagyon lemaradva, de mögöttük Baja. Hát akkor most a papírforma megint előállt, tehát a három balatoni település egy picit elhúzott a nem balatoniak mellett. Pont úgy húztak el a balatoniak mellett, mint ez a lángos illat itt az asztal előtt érezted. Jó fokhagymás lángos, bizony. Én már ettem ma egy lángos. Pista sütötte nekem, nagyon köszönöm ezúton is.
mivel egykörös a verseny, úgy gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy féltávnál járunk. Hát sőt, egy picivel már talán túl is vagyunk ezen, igen, a féltávon. Közelítünk a hátszeles szakaszban a befutóhoz, ami azért még 350-370 méter felül haladó hajónak is. Hát még 350, igen. Nagyon szoros az eleje gyakorlatilag, Balatonboglár, Csopak, és mögöttük egy kicsit lemaradva Fűző. Most Boglár lett akkor az első? Beelőzték a Csopakot? Egy ilyen tehát a forduló után egy ilyen kis adokkapok van pillanatnyilag. Én úgy látom, hogy Csopak van elől, mögötte lemaradva 20 méterrel Boglár. Tehát igazából két hajó hozza különbség. De azt látjuk, igen, hogy emellett a sorrend mellett, hiszen hogyha hátulról mutatja a kamera őket, akkor benne volt, hogy nagyon közel van az üldözőboly is. Igen. Tehát nincsenek nagy távolságok. Ezt a versenyt azért még ne dobjuk el. Tehát bárki dobogóra állhat a végén. Állnak. Egy egészen pici, nem? Kis pöfföcske kell hozzá. De látjuk, hogy lobognak a vitorlák, lógnak ezek a vitorlák. Nagyon sok múlik majd azon, hogy ki hogyan állít, és ki mit választ. Ugye itt az üldözőbolyból a negyedik hajó, aki, ha jól gondolom, a fűzéri vitorra hozza a fedélzeten, ő úgy döntött, hogy kivág, illetve ki ejt erről a bandáról, és megpróbál, úgymond nem haláltakon, de egy másik útvonalon, bízva abban, szerintem hogy ott majd több szelet fog kapni. Most Füzér is áll, láthatóan. Nem állnak. Füzér csapata az ötös, ő ugyanúgy igen, parkol, nézzük, mint a kettes meg a négyes. A kettes Balatonboglár, a négyes Csopak, mindenki egy helyben áll. Olyannyira, hogy nem csak a hajók állnak egy helyben, hanem ahogy látjuk, a vitorlázók is meg sem moccannak. És ez egy óriási kép. Ez egy óriási kép. Itt látjuk, hogy nem dőlt el semmi. Vissza kell jönni. Ezek a hajók, ugye, akik most a bójához közelebb vannak, úgy tűnik, hogy hátszélben, mint egy picit nagyobb sebességet tudnának produkálni. És itt is van egy balcsapásos hajó, van egy jobbcsapásos hajó, sőt, három jobbcsapásos hajó, négy most már. Mindenki próbálkozik, mindenki. Valamivel igen, próbálkoznak. Próbálnak csodát tenni. Teljesen egyetértünk ebben, itt a csoda fog valakit behúzni majd az első helyre, hogy ki lesz az, azt még nem tudjuk, ugye azt viszont egészen biztosan már kijelenthetjük, hogy ebben a pillanatban, illetve ezekben a pillanatokban Csopak vezet, Balatonboglár a második, Alsóörs a harmadik. Alsóörs a harmadik, így van, és hát a nem balatoni települések, szerintünk, picit más a sorrend már, én is azt hiszem, mert Füzér ott van a harmadik igen, helyen. Igen, tehát megváltozott a sorrend. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a kettes számú hajóval Balatonboglár vezet, viszont Alsóörs egészen középen van bent, és nem tudjuk, hogy mennyire fog nekik fizetni. A sebességük egyébként ugyanaz, mint a többieknek. Tehát itt most Balatonboglár, Csopak és igen, Füzér, tehát egyértelműen akik itt sorba állnak. Boglár van az első helyen, mögöttük Füzér, az mögöttük Csopak, és tőlük egy kicsit délkeletre Alsóörs. Alsóörs fölött északra, nyugatra Baja, majd őt követi Szentes. És mindenkinek hát ugyanannyi a sebessége, ami nulla. Igen, hát nézegetjük itt. Csúsznak egyébként, tehát lehet, hogy úgy tűnik a kameraképeken, hogy nulla, de a GPS adatok szerint ilyen fél és egy csomó közötti sebessége nagyon lassan csúsznak hátszélbe. Azon a kameraképen, amit az előzőekben láthatunk, nem most közvetlenül, hanem az előtt, ami hátulról mutatta a mezőnyt, ott azért látszott, hogy azok, akik befelé a középet, a pálya közepe felé húztak, így van, erről a képről beszélek, ők mintha egy picit nagyobb sebességgel lépegettek volna el, de hát természetesen ebben az is benne van, hogy nekünk ők keresztbe úsztak a képen, így sokkal jobban kijön a mozgás, de akit tisztán hátulról látunk. Tehát innen most tényleg úgy tűnik, ugye Nóri, mintha meg sem moccanna a hajó, de hát ez nem így. Nyilván, de egyébként lehet, hogy Alsóörsnek bejön ez a taktika. Ezen a képen tűnik úgy, mintha meg sem mozdulnának a hajók. Hát lehet, hogy Alsóörs ezzel, hogy egy ilyen merész húzással teljesen más irányban közelít, ezzel esetleg nyerhet egy kis előnyt. Alsóörs teljesen tisztán egyedül tud vitorlázni, tehát neki azért az nagy szerencséje, hogy nem megy be párharcba, hanem talán ebből kimaradva kijöhet jól ebből a küzdelemből. Én közben megpróbáltam Sipos Péter telefonszámát előtúrni a telefonomból, ez nem sikerült, illetve valamiért eldobta a telefonom az összes nevet, csak a számokat látom, de nagyon örülnék neki, hogyha egy pálya helyzetjelentés is kaphatnánk. Nagyon jó Nóri lenne, nagyon igen. Mind a ketten nagyon örülnénk, igen. Igen, mert most teljes, nézd, be vannak esve a vitorlák, nem tudom erre mi a szakszó, mondd meg, tehát ezzel látható, hogy nincs cél. Le van szottyadva a vitorla. Ez a szakszó? Én magam is ezt mondtam volna, hogy le van szottyadva. Bocs.
Hát nem tudom, milyen biztató dolgot lehet ilyenkor mondani. 2017-es nemzeti regatta döntője, azt hiszem, hogy most már erről lesz emlékezetes. A nap, amikor gyönyörű időnk volt, csodálatosan sütött a nap, és egyáltalán nem fújt a szél. Nem tudom, hogy hol a befejezés. Srácok napozgatnak a hajón. Nagyon lassan haladhatnak. Balázs, egyáltalán mennek? Tényleg? Igen, tehát minimális sebessége minden hajónak van, azt nem lehet neki jelenteni, hogy áll a mezőny. Lehet, hogy úgy látszódik, de valószínű minden hajó mögött van egy kis farvíz. Én úgy gondolom, hogy még nagyon nyílt. Tehát van, ahol 1,1 csomóval tudnak jönni, van, ahol fél csomóval, teljesen változó, mintha csak szélcsíkokon jönnének. Uh-huh. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy Balatonboglár meg tudja tartani vezető pozícióját, de még egy pár száz méter van hátra. Hát és rögtön ott van mögöttük csopak. Így van. Tehát összesen most a GPS távolság szerint, amit a két hajó között mérek, 10 méter van. Itt van Sipos Péter. Szevasz Péter, halló. Nem, már nem csörög, már itt vagy. Halló. Hát eddig is itt voltam, de ti annyira beszéltek, hogy én hiába beszélek hozzátok. De nem halljuk, hogyha beszélsz valami hát, technikai nem, dolog, mert ha beszélnél, nem hallottunk téged, teljesen hát megittem egy félvödör vizet. Amúgy nagyon izgalmas az esemény, mert a 2-es, meg a 4-es és az 5-ös volt az első három hajó, és a 6-os szintet majdnem az utolsó, illetve inkább a 4-dik, 5-dik, és egy nagyon ügyes léttaktikával most itt nagyon tör a célvonal felé. Biztos látjátok a ti műszereiteken is, hogy közelednek a befutóhoz, de azért ez még fölemészt egy másfél percet körülbelül. De nagyon izgalmas a csata. Te ezek szerint hát azt jósolod nekünk, hogy cirka másfél perc múlva az első hajó át fog vágtatni a célvonalon? Hát a vágtatás az nem egészen olyan. Tehát az a nemzeti vágtán realizálódik. Itt azért a vánszorgás megfelelő magyar szó talán. De a 6-os az hatalmas elánnal közelít. A füzériek a nemzeti vágtára vágtatni járnak ide, meg hogy mondtad, hogy bánszorogni? Hát de nem csak ők, hát mindenki. A füzériek az előkelő harmadik helyen vannak. Ott látjuk a befutó vonalat, illetve azt a bóját, amin egy zászló lobog. Emellett a zászlós bója mellett kell befutni. Ez fogja azt jelenteni számunkra és a versenyzők számára is, hogy valaki első, második, aztán talán majd harmadik. Hát egy merész taktikával surranó pályán, hogy a 6-os be fogja húzni a győzelmet. Úgy tűnik, hogy Horváth Áron, Solc Imre és Hegyi Márton megérzett valamit abból, amiből a többiek semmit, illetve lehet az is, hogy nekik volt a legnagyobb szerencséjük ebben a versenyben. A 2-es hajó ott van hozzájuk nagyon közel, de zavarni már nem tudja a szelüket. Na megy egy kis pumpálás. És jön az utolsó igen, méterek van. Ez most már van. Csak annyi, hogy beteszik a hajóra. Az idei nemzeti utorlázást. Ajajajajajajajaj. De még nem értek oda. De, Duda volt. A Duda? De odaértek. Azt jelenti, akkor megnyerte Alsóörs csapata a nemzeti regattát. Igen. A nemzeti regatta a döntőjében Alsóörs csapata 6-os hajóval, a Szagitával győzedelmeskedett a surranó pályán, más utat választva. Nagyon ügyesen háttérben megmajmolta őket. Nagyon ügyesen becsúsztatták a hajót. És ez akkor is egy nagyon fontos szakszó, hogy megmajmolta őket, ugye Nóri megjegyezted? Megmajmoltam. Hát, ahogy Sipos Péter mondta, úgy majmolták a többieket, hogy ők lettek a második nemzeti regatta győztesei. Ők természetesen, már elmondtam a korábbiakban is, ott voltak tavaly is a dobogon. Tehát ők azok, akik megbízhatóan jó csapattal, jó versenyzőkkel, jó eredményekkel. És most benn van a 2-es. Balatonboglár csapata megszerezte az ezüstérmet, tehát a nemzeti regattán. Sabján Anna Máriát pumpálgatni láttuk az előző futamban. Itt úgy tűnik, hogy a türelem az rózsát termett. Mégiscsak egy ezüstérem, egy hölgyel a kormánynál, nem is akármilyen hölgyel. Csopak is benn van. Csopak beérkezett, Csopak a harmadik helyen. Tobogósaink vannak tehát. A balatoni városok mégiscsak a papírformát hozták a nemzeti regatta döntőjében, tehát Alsóörs,
Balatonboglár és Csopak, ez az első három helyezett. És mindjárt befutnak Küzér várvédő is. És a nem a balatoni helyen. Települések között első helyen végzett Füzér, szerintem ez jól hangzik. Ezt oda lehet tenni a nemzeti vágtás győzelem mellé. Tehát hát nem tudom, hogy mennyit között. Adtak volna a tegnapi napon azért, hogy ők itt a dobogó mellett elsőként, azaz a negyedik helyen álljanak majd a mai díjkioszton. Ez egy csodálatos eredmény, tényleg csak gratulálni tudunk nekik. A füzériek itt tapsoltak mindenkinek, úgyhogy bizony. Mi a füzéri szurkolóknak szintén dobhatunk egy tapsot, ugye? Így van. Gratulálunk a füzérieknek. Hogy áll Baja és Szentes? Baja is megvan. Baja is beérkezett, tehát ők lettek az ötödikek, és akkor ezek szerint a Szentes csapata. Igen, a vízilabda város zárja. Kicsit ebben lemaradt, de hát ők majd máshol kompenzálnak. Persze, ők majd vízilabdában építenek. Izgalmas döntő volt ez, Sipi? Mit mondasz? Nagyon, jó. Mert hiszen az első három hajót hátulról meg lehetett verni, és az nagy királyság volt. Jaj, de egyébként jó. Nem akarlak vigasztani benneteket, de a szélnek is vége van, tehát körülbelül az utolsó eddig tartott lehetett. Volna. Aha. Sipos Péter, most megtartottuk a döntőt. Arra lennék kíváncsi, te, mint versenyrendező, ugye láttál már sok vitorlás versenyt, kicsit nagyot, rafináltat, nagyon erős szelest. Mennyire érték álló az a győzelem, amit most itt Solcz Imréjék szereztek ebben a versenyben? Mekkora súlya van ennek? Tehát valóban egy jó versenyen dőlt el, hogy ki a legjobb, vagy kierőszakoltuk ebből a két napból ezt a versenyt, aztán lett egy legjobb a végén. Most erre mit lehet mondani? Hát ez egy újságírós kérdés volt, inkább ott nyomozó fajta, azt gondolom. De igazából az a dolog lényege, hogy ugye ahhoz végig kellett jutni a selejtezőkön többször több hajóval, mert ugye volt, aki hol Elánnal ment, hol Baváriával, hol így, hol úgy, hol amúgy. Ugye mindig más kormányost is kaptak, tehát azért valahogy ez a végén mindig kiegyenesedik. A vitorlás versenyekről azt szoktuk mondani, hogy valami ok miatt mindig azok nyernek, akik a legjobbak. Néha-néha hibáznak egy kicsit, de azért jó eséllyel azok nyernek, akik úgy elő szoktak lenni. Hát most is ez történt, tehát tényleg azt látjuk, hogy a megbízható kormányosokkal, megbízható hajók végig nagyjából kiegyenlített futamokat eltöltve itt a Nemzeti Regattán hozták be a végén is a csapataikat, és ezek szerint Solcz Imrének a tegnap előtt pénteken elmondott mondata beigazolódott, miszerint nehogy majd hegyi ember nyerjen a második Nemzeti Regattán. Hát a hegyi emberek most a dobogó mellé kerültek, de majd megszokják ők is, hogy lehet arra fellépni és elindulni de a bocsánat, dom legmagasabb de legalább fokára. Ott vannak. Mert így az van. Is megtörténhetett volna, hogy a döntőben 6 balatoni település van ott, de nem ez történt. Tehát ugyan a döntő végső sorrendjében a papírforma érvényesült, de mégis ebben a 6 településben ott volt 3 olyan, akinek egyáltalán semmi köze a Balatonhoz és a vitorlázáshoz ilyen módon napi így szinten. Van, de nagyon szeretnénk, hogyha egyre több lenne. Mihalovics Dóra érkezik, a hüvelyk, ugye a mutató ujja a magasban, ez azt jelenti, hogy információ is jön vele együtt. Akkor én búcsúznék tőletek. Szerintem ez egy jó verseny volt ebbe a lehetőségbe, amit adozott nekünk. Kihoztunk belőle mindent. Szuper. Sziasztok. Köszönjük szépen. Sipos Péternek nagyon köszönjük, hogy ilyen fantasztikusan kommentálta nekünk onnan a víz felszínéről is az eseményeket, és a szemünk volt a szemünk helyett, mert mi egészen mást láttunk sokszor a kijelzőn. Sipos Péter nélkül nullák lettünk volna itt ezen a hétvégén, így viszont azt mondom, ha őt kell díjaznunk, vagy pontoznunk, akkor dobhatunk egy tízest, hogy mi mennyit értünk, azt majd hát megmondja azt egyszer is. Valaki. És viszont Kopasz Balázsnak is küldjünk innen egy Kopasz nagy tíz pontost, és tízes? Egy nagy puszított a sátorban egy tíz pontost, szépen. Így van, hiszen nélküled sem értünk volna semmit, hogyha nem láttuk volna a pontos helyzetét a hajóknak egy de ha már itt tartunk a pontok, vagy a pontozótábla emelgetésénél, akkor Kovács Bálint és csapata szintén megérdemli a dicséretet, hiszen ilyen gyönyörű képeket, vitorlásversenyről élő képeket, amelyeket itt a parkon bizony. Is élvezhettek a nézők, szerintem még nem nagyon láthattak. Köszönjük szépen neki. Ők is köszönik. És egy kis szolgálati közlemény, illetve elmondanám, hogy a folytatásban mi következik. Hamarosan Szentpéteri Csilla lép majd színpadra, aki Makó városát képviseli a Nemzeti Regattán. Egészen exkluzív bemutatkozást prezentál, tehát Makó városa ezen a napon. És ezt a koncertet már én magam is nagyon-nagyon várom. Utána megtartjuk az eredményhirdetést, ami azt jelenti, hogy mind a 38 település képviseletében várnánk valakit a színpadhoz. Mindenki kap tehát ajándékcsomagot. Nagyon szeretnénk kérni, hogy a települések képviseletében azok is, akik nem jutottak el a döntőig,
valaki jöjjön majd ide a színpadhoz, hiszen szeretnénk mindenkit megajándékozni, szeretnénk megköszönni, hogy elfogadták a meghívásunkat. És miután megtartottuk az eredményhirdetést, egy fergeteges Hooligans koncerttel zárjuk a Nemzeti Regattát 2017-ben. Látom, a legkeményebb rajongók már most ott foglalják a helyet az első sorban. Menők vagytok, srácok! Egy picit még várni kell, de addig is jó buli lesz.